Szevasztok, Knobberfanok! Ma egy dobozt hoztam el nektek. Ami itt is van. Ki fogjuk valahogy csomagolni. Ha minden igaz, robotporszívó lesz. Na nézzük. Jaj. Na, valami zöld dobozt látunk eddig, rá van írva, hogy smart. Jaj, mennyi, mutatom. Itt van. Smart. Tehát, ha minden igaz, az lesz, amit vártam. Ezek a kartondobozok. Ó, hoppá, meg kell igazítani a kamerát, mert ez egy nagyon erős lökést adott. Ó, robotic cleaner, méghozzá az Alphavice-tól. Wow, hát ez nagyon királyul néz ki. Nézzük meg, miket tud. Puskázni fogok innen, illetve innen, bocsáss meg, innen. Még mindig nem látom. Automatán újra tölti magát. Három tisztító mód. Nagy szívás. Illetve valami dupla filter van benne. Úgyhogy az automata, a robotporszívó mindent kiporszívóz a lakásba elméletileg, amit kő. Úgyhogy nézzük meg, mi van benne. Most így külön módba fogom ezt prezentálni. Illetve nem, mert most nézem, hogy a dobozt, azt valójában így kell kibontani, tehát így. És fogom, és így nyílik a doboz. Nézzük, jól néz ki. Azt a mindenségét kapunk, egy használati útmutatót, Smart Sweeping Robot. Van benne angol, német, minden még francié. Van benne minden, az a lényeg. Tanulj nyelveket, ugye? Ja, van egy ilyen frisbee. Aztán maga a porszívó egység következik. Hát az így néz ki. Ez is egy frisbee, csak ha ezt eldobom, az nem jön vissza. Szóval. A gyönyörű szép szálcsiszolt fém a teteje. Leszedem a fóliát. Tükröződik az ég, illetve én, úgyhogy most innen lentről beszélek. Hello, hello, hello! Aztán alul kis kerekek gurulnak, látod, még ugratni is tudsz, szóval kiviszem majd ide az utcába, és akkor egy kicsit így a jégen itt csúszkálunk, meg ugratunk vele. Aztán itt elől is van egy kereke, ahogy látom, ez valami mágneses, meg ilyen olyan szenzorok lehetnek. Illetve ha minden igaz, aha, ezeket ide föl kell szerelni, így. Így most nagyon adhok rakom össze, szóval ilyen intuitív módon. Csak rádobom ezeket a lila színű keféket, és akkor ez így megy. És közben így forog, és szívja a koszt. Valahogy így fogja csinálni. Ezzel szerintem nem az utcát fogom seperni, hanem így magát, így a porszívót lehet. Aztán mi van még benne? Ugye ez a töltődok, vagy dokkoló töltő. Ez arra jó, hogy így valahogy érintkezik vele a porszívó. Ja, akkor ezek a fém cuccok itt így fog érintkezni. Nézd, így. Valahogy.
Igen, igen, ez így, így megy rá, és akkor tölti. Így. Tehát így, közelik a borszívó, és töltik. Szóval ilyen egyszerűen működik. Na nézzük, hogy maradt-e valami ingyenc falat a dobozban. Távirányító is van, szóval lehet távirányítani. Mondjuk egy ilyen áru borszívótól ezt el is várhatjuk, mert azért mégse egy 10.000 forintos. Illetve töltőegység, mindjárt megnézem, hogy EU-plág, és igen, EU-plág a töltőegység, gyerekek, szóval végre, mert amúgy kaptam korábban gépbe ezt tölt cuccot, és mindig az volt vele a probléma, hogy CN-plág, US-plág, UK-plág, de EU-t azt soha nem küldtek. Úgyhogy most így nagyon köszönöm gépbe ezt, hogy végre EU-plágot biztosítottatok számomra. És azt hiszem ennyi a doboz, szóval így kiismerítettük az unboxingot. Na, sikerült is. Start charging. És ilyenkor beszélt egyet, hogy megindult a töltés. Aztán utána itt vannak ilyen koszok, megpróbálom fölporszívózni vele. Közben elindult a robotporszívó, azt kell, hogy mondjam, hogy baromi jó. Mindjárt megy is, figyelj, figyelj. Itt egy másik porszívó, de ez a robot. Wow. Hoppá! És így átmegy, ugratni is tud, látod, mindenen átugrat. Hát kábeleket nem szívja fel. Megy szépen, látod, szőnyegre is úgy, ahogy fel erőszakolja magát. Úgyhogy csinálja, teszi a dolgát. Ha tetszett, iratkozz fel, és persze a like sem maradhat el. Na, szevasztok!